Ha óvisodat érdeklik a betűk, akkor most nagyon figyelj! Én online iskol előkészítő Zsófinéni vagyok. Semmi baj nincs azzal, ha óvisodat érdeklik a betűk, a számok. Nagyon fontos viszont, hogy tudatosan válaszolj neki, amikor kérdez. Ha megkérdezi, hogy ez milyen betű, tegyük fel, az M betűről van szó, akkor nem úgy válaszolsz neki, hogy M vagy MÖ betű. Nagyon fontos, hogy kizárólag a hanggal válaszolj. Az M betű esetében ez M, P betű esetében P, és a Z betű esetében nem Z, hanem Z. Hogyha helytelenül sajátítja el a betű kiejtését, akkor ez a továbbiakban probléma lehet majd az összeolvasásnál első osztályban. Például a maciból lehet emmacéi, vagy Mőacői és ez tanító legyen a talpán, aki kiavítja. Válaszolj, helyesen gyermekednek. Ha tetszett ez a tartalom, mindenképpen kövess be, vagy menj el a videót, illetve, hogyha iskola előtt álltok, akkor keress engem mindenképpen, és küldöm a linket, hol tudtok ingyenesen benézni az online iskola előkészítőbe. Sziasztok!